A tüzet, Perez úr, gyújtogatás okozta. Hogy gyújtogatás? Hát, benzinmaradványokat találtunk azon a helyen, ahonnan a tűz kiindult. Emiatt gondoljuk, hogy gyújtogatás okozta a tüzet. Valaki meg akarta semmisíteni az üzletet. De ki és miért? Nem tudjuk, de ez most már a rendőrség dolga. De annyit mondhatok, nem biztos, hogy valaki is magára vállalná. Ezt nem értem. Ön azt állítja, hogy gyújtogatás történt, nem? Igen. Akkor kell, hogy legyen egy bűnös. Igen, de hogy pontosan fogalmazzunk, van egy tettesünk. Hadd magyarázzam meg. Tudjuk, hogy a tüzet kiömlött benzin okozta. De ez a benzin, szóval rengeteg oka lehet a dolognak. Például, ha valaki errefelé parkolt az autójával, vagy mit tudom én, a tankból kiszivárgott a benzin, aztán valaki más arra sétált egy cigarettával a kezében, eldobta a cigarettát, és kialakult a tűz. Ez is lehet. Nem, uram, ez csak kitaláció. Én csak azt szeretném, hogyha megértenék, hogy nem feltétlenül beszélhetünk gyújtogatásról. De ha mégis kiderülne, hogy ki az, van rám ott, hogy elkapják? Hogyne, persze. Holnap korán reggel küldök önöknek egy jelentést a tűz lehetséges okairól, melynek segítségével megkaphatják a biztosítást. Elmehetnek az illetékesekhez, ha szükséges, jelentést tehetnek, melynek alapján nyomozásba kezdenek. Nem szükséges. Magam keresem meg a tettest. Nos, én nem sokat értek ezekhez a dolgokhoz, de te, mint orvos, jobban érted. Mégis azt hiszem, hogy valóban csodának kellett történnie ahhoz, hogy Alfredo felálljon a tolószékből és megmentse a gyerekeket. Lehetséges, anya, néha, ha arról van szó, hogy megmentsd egy szerettedet. Alfredo adrenalin szintje annyira megnőhetett, hogy fel se fogta a veszélyeket. Igen, milyen érdekes. Viszont tudod, mit nem értek, hogy miért nem hívtál fel engem azonnal, fiam? Nem, anya, lehetetlen volt. Fernando úrházában voltunk, és Pedrót hívta Szocsil, hogy tűz van a házban, és hogy Csáva és Teresita is bent rekedtek. Rögtön elrohant, és Luisa, Fernanda meg én utána. Minden nagyon gyorsan történt, úgyhogy nem volt rá lehetőségem. Minden esetre felhívhattál volna, hogy értesíts engem. Szegény Pedro. Biztosan nagyon megviselték a történtek. Pedro azt mondta, hogy megpróbál rendbehozni mindent, és hogy holnap rendbe teszi a lakást. Szeretnék vele lenni, hogy segítsek neki. Elvinnél? Már nagyon késő van, nem gondolod? Holnap mehetsz. Jól van, de legalább a tűz okát kéne tisztázni, hogy baleset volt-e, vagy... Úgy gondolod, hogy direkt volt? Alfredo, menjünk el orvoshoz. Meg kellene, hogy vizsgáljon. Egy kis pihenés, és jól leszek. Biztos vagyok benne. Köszönöm, hogy aggódsz értem. Makacs. Na jól van, Doki. Köszönjön el szépen. Ahogy hazaértünk, lefektetem, és van egy eukaliptuszos csodaszerem. Nagyon jót fog tenni, higgy el. Szocsil, semmi szükségem gyógyszerre. Ne aggódj, biztos vagyok benne, hogy csak a füst miatt van, amit belélegeztem. Nem sokára elmúlik. Viszont ha kényszerítesz, még járni is tudok. Mit szólsz? Jól van, induljunk már, nem? Most. Menjetek. Szia, szerelmem. Viszlát, Pedro. Viszlát. Viszlát. Viszlát, Szocsi. Most sem tudom, mi lehet Pedritóval. Halló? Igen, Vanessa, én vagyok. Hogy vagytok? Jó, szerencsére, de az üzlet romokban hever. Holnap elmesélem. Viszont hogy van Pedrito? Ne aggódj már, megvacsoráztattam és lefektettem. Sokat kérdezett róla, de azt hiszem, hogy nagyon elfáradt és elaludt. Ja, szegény kicsikém, rád bízhatom. Amint vége lesz ennek az egésznek, érte megyek, jó? Jaj, Luisa Fernanda, ne aggódj. Vigyázok Pedritóra, te maradj csak apukáddal. Bizonyára nagyon szomorú és ideges. Hát igen, eléggé kétségbe esett. Szüksége van a segítségre. Jól van, vele maradok, és holnap az lesz az első, hogy átmegyek, jó? Rád bízom Pedritót, nagyon köszönöm. Jó ét. Köszönöm. Jaj, papa. Nem volt könnyű napunk, kislányom. Igen.
Az lesz a legjobb, ha lefekszünk aludni. Holnap az lesz az első dolgunk, hogy a biztosítás után járunk, és az is kiderül, hogy van-e tettes, vagy nincs. Jó ét, kislányom, aludj jól. Neked holnap beszélünk. Tudom, hogy van tettes. A neve pedig Luis Alejandro Montero. Nem lehet kinyitni ezt a páncélszekrényt. A kód nélkül lehetetlen. Legalább hoztam volna valami szerszámot magammal. Jó napot, Alicia! Kérlek, hozz nekem egy csekkfüzetet. És számolt ki, mennyibe kerül a bemutatkozásom cégvezetőként. Rendben? És kérem a bankkártyáimat is. Te meg mit keresel itt? Jó napot! Én csak beszélni szerettem volna önnel a részlegről, ahol dolgozom. Aha. És mit akarsz megbeszélni velem? Nos, eszembe jutott egy jó ötlet. Aha. Nagyon jót tenne a cég arculatának, ha szerveznénk egy adományozást. Az lenne a legjobb, ha egy környékbeli szegény iskolát támogatnánk. Jól jönne. Szóval ezért vagy itt? Igen. Igen, nem is rossz ötlet. Ugye, vagy nem? Nézd, tisztázni akarok veled valamit. Beszéltem a lányommal, Luisa Fernandával, és azt hiszem, valami aggaszt téged és a feleségedet. Ő teljesen egyetért velem abban, hogy én vegyem át a cég elnöki posztját, és gondozzam a vagyonát. Ó, igen? Igen. És nagyon remélem, hogy ez elég neked ahhoz, hogy békén hagyjak, ég különben az utcán végzett hamarosan. Ne aggódjon, uram. Mindig azt mondtam, hogy mindenki törődjön a maga dolgával, és én boldogan foglalkozom a munkámmal. Közvetlen problémái Ordonez úrral lesznek, aki Fernando ügyvéd. Csináltam egy kávét, mert korán keltél. Nagyon köszönöm, Luisa Fernanda. Korán ide akartam jönni, még mielőtt bemegyek a kórházba, hogy megnézem, hogy van Csáva a sérülése után. Csáva nagyon jól van. Épp egy perce néztem be hozzá, és nyugodtan aludt. Aki viszont kétségbe esett, az a papa. Nagyon fáj neki, hogy végig kellett néznie, ahogy összeomlik az üzlet. Világos, el tudom képzelni. Nagy csapás lehetett neki, ugye? Igen. Szörnyű lehetett végignéznie, ahogy leég az üzlet. A tűzoltók szerint szándékosan gyújtották fel. Most vett új növényeket, és ott nevelték Páncsóval. Emiatt is nagyon szomorú. De legalább biztosítva volt. Így biztosan összetudja majd szedni magát, nem igaz? Reméljük. Viszont Luisa Fernanda, tegnap nem tudtad elmondani, hogy mit beszéltél Luis Alejandroval az üzemben. Hát igen. Sok mindenről beszélgettünk, hogy miben különbözünk. Az összetűzéseinkről. És a cég új jövőjéről. És mi ez az új jövő? Mivel a nagypapa beteg, valakinek tovább kell vinnie az üzletet, és én nem értek hozzá. Persze, de bizonyára nem okozna gondot megtalálni a megfelelő embert a posztra. Átadhatod az üzemvezetését akár valakinek, aki ott dolgozik, nem? Igen, ez igaz. De ezen kívül van még valami, ami érdekelhet. Jennifer. A barátnőd megkérte, hogy tegyen tönkre engem. Nem vártam, hogy idejössz a házamba, főleg a Pedroval történt incidens után. Az a helyzet, Marisa, hogy időt akartam adni magamnak, és megtalálni a megfelelő alkalmat, hogy beszélhessek veled. Én át akartam gondolni, hogy mi van a barátságunkkal. Szerintem valami félreértés lesz. Ami a házamban történt, egyáltalán nem volt félreértés. Pedrót sértegetted. El sem tudod képzelni, mennyire rosszul éreztem magam. Iszonyúan szégyeltem magam, komolyan. De tudod mit? Ma reggel, amikor olvastam az újságban, hogy Carlost felmentette a bíróság. Szóval már nem bírtam megállni, muszáj volt eljönnöm, hogy megölelhessem. Tudod, ebben az esetben késő jöttél. Carlos Eduardo nagyon korán elment Luisa Fernandához. És miért ment oda?
Este tűz ütött ki Pedro lakásában. Csavá, a fogadott fia, majdnem meghalt. Carlos Eduardo átment megnézni, hogy ő hogy érzi magát. Milyen szörnyű, nem? Tűz? Milyen borzasztó. Igen, tényleg borzasztó. Nos, Jennifer, indulnom kell a bankba dolgozni. Szeretnéd, ha szólnék Carlos Eduardónak? Marisa, kérlek, mondd el az igazat. Azért ment el, hogy Luisát láthassa? Én mondom, Pedro fia csak kifogás, mondd meg, Marisa, miatta ment. Először is Luisa Fernanda, Jennifer nem a barátnőm. Akkor miért fordulhatott elő az, hogy megcsókoltad és a hálószobádba vitted? Teljesen másokból vittem oda, amire te gondolsz, Luisa Fernanda. Jól van, nekem nem kell megmagyaráznod, hogy kit viszel fel magadhoz. De az az egyetlen célja, hogy engem tönkre tegyen. Viszont én szeretném megőrizni a nagyapám hagyatékát. Nem tudom, miért engem kér számon, amikor semmi közöm sincsen hozzá, hogy mit tesz Jennifer. Közte és közte már vége mindennek. Én azon sem csodálkoznék, ha ő okozta volna a tüzet. Szia, papa. Szia, kicsim. Mit mondott a biztosító? Folytatódnak a rossz hírek. Hogy vagy, Carlos? Jól, Pedro. Azért jöttem, hogy megnézem Csavát. Elnézést. Carlos, beszélnem kell a papával, ugye nem gond? Nem haragszom. Nem, persze. El kell intéznem valamit. Felhívlak később, hogy mi van Csavával. Később találkozunk, Pedro. Viszlát! De jó, hogy megjött, mert nagyon aggódtam. Mi ez a sietség, Szócsil? Mondd, miről van szó. Történt valami? Az történt, hogy szíveséget akarok kérni. Mondd. Elvinni a dokikámat a kórházba. Semmi más, csak hagyja ott, hogy mehessen a rendelőjébe. Rendben, persze, és de... miért Daniel viszel engem? Te mit akarsz csinálni, Szócsil? Jaj, hát nem emlékszik, amikor azt mondtam, hogy ez egy nagyon fontos nap nekem? Az a helyzet, hogy ma írom alá a szerződésemet a reklámügynökséggel. Te modell? Modell leszek. Aláírsz egy szerződést, te? Igen. Hallod, ez egyszerűen szuper, Szócsil. Igen, és csinálok egy fürdőruha reklámot Acapulcóban, meg mindenféle helyen. Szóval Acapulcóban mész forgatásra, hallottad ezt? Szócsil, jaj, de csodás. Nagyon mondj csak, vagyok. Nem tudod másnapra tenni a szerződést, kötést? Az a... Az a helyzet, hogy nem érzem túl jól magam, biztosan a füstöl. Akkor most azonnal bemegy a kórházba, és megkeresi doktor Serranót, és elmondja neki, hogy csináljon egy vizsgálatot. Emlékszik, hogy tegnap Carlos Eduardo meg akarta vizsgálni, de maga nem engedte? Igen, de én most vagyok rosszul. Tegnap jól voltam, de most nem. Ne bosszantson. Én akkor sem változtatok az időponton. Ne vessen csak. Bátran, ne vessen, uram. Tényleg. Mi van veled? Jaj, az élet csodás. Tényleg csodás. Hadd mondjak valamit. Most már egészen biztos, hogy amit teszel, azért az élet megfizet. Tudod, hogy megijesztesz, amikor ilyen vagy? Miért? Mondd meg, mit csináltál? Semmit, az a legjobb az egészben. Egy ujjamat sem kellett megmozdítanom. Az a kaszos Luisa Fernanda. Talált ki. Mi történt? Leégett az üzlete. Nem maradt egyetlen növény sem, minden elpusztult. Onnan tudom, hogy Marisa elmondta. Elmondta, hogy tegnap tűz ütött ki, és hogy elveszített mindent. És ennek te örülsz? Még jó, hogy... Nos, hadd emlékeztesselek, hogy az a koszos kis Luisa Fernanda már multimilliómos, és ha le is égett az egész háza, holnap vesz magának 10 másikat, ha akar. Jól van, de akárhogy is, szerintem elég vicces, hogy ennyi minden történik egyszerre, nem gondolod? Az egyetlen vacak dolog, hogy Carlos Eduardo nem hagyja ott. Képzeld el, milyen hisztit kellett levágnom Marisa előtt, hogy megtudjam, összejöttek-e újra. Igen, és mit mondott? Nos, valójában... Ez az utolsó alkalom, hogy megkérdezem Jennifer. Megkérted Luisa Alejandrót, hogy tegye tönkre Luisa Fernandát? Figyelj, papa! Mit mondtak a biztosítónál? Rosszat, édesem. A biztosító nem fog fizetni. Tehát te fizetted a biztosítást, miért nem segítenek?
Hát igen, de nem fognak fizetni, mert a tűzoltók jelentése szerint a tüzet gyújtogatás okozta. Most vizsgálatot kell indítaniuk, hogy megtudják, nem én okoztam a tüzet, a pénz miatt. De hogy gondolhatják, hogy felgyújtod a saját üzletedet? Mert sokan csinálják ezt. A legrosszabb, hogy a banknak is ki kell fizetnem a kölcsönt. Papa, én arra gondoltam, hogy lehet, hogy Jennifer. Jennifer. Szerinted képes rá? Tegnap beszéltem az üzemben Luis Alejandroval, és ő azt mondta, hogy Jennifer felkereste őt, és megkérte, hogy használja ki a hatalmát, és tegyen engem földönfutóvá. Nem, édesem, ez Luis Alejandro hazugsága. Aki képes lenne felgyújtani a boltot, az pontosan ő. Luis Alejandro, miből gondolod, hogy ő lehetett? Mert amikor bent voltam a gyárban, megfenyegetett. Jaj, papa, te azt gondolod, hogy nem Jennifer volt, én meg azt, hogy nem Luis Alejandro. Beszéltem vele, és ő azt mondta, hogy te mentél be hozzá nagyon dühösen, és ebből botrány is lett. Én csak azért mentem, hogy számon kérjem rajta az állítólagos hatalmat, amit Consuelótól kapott. Akkor ez zavarta, hogy azt mondtad, hogy állítólagos. Láttam azt a papírt, teljesen törvényes volt. Az az ember a legkevésbé jogosult az elnökségre. Igazad van, papa, de Consuelo hagyta rá, és ez teljesen legális. Mikor volt legális az a szemét? Papa, kérlek, ne kiabálj, így nem tudunk beszélgetni. Nézd, nem hinném, hogy Luis Alejandro volt. Ő el akarja nyerni a bizalmamat. Jól van, rengeteg dolgom van, úgyhogy itt hagylak benneteket. Elnézést. Ez már nem normális, Jennifer. Hogy megkéred Luis Alejandrót, hogy tegye tönkre Luisa Fernandát, csak hogy rossz történjen vele. Miket forralsz még? Milyen démonok szállták meg a fejed? Várj már! Mielőtt bármit is számon kérsz rajtam, legalább vedd a fáradtságot, hogy utána nézz, igaz-e, amit neked mondtak. Lássuk pontról pontra, oké? Ki a fene mondta neked, hogy beszéltem Luis-szal? Luis Alejandro mondta személyesen Luisa Fernandának. Há, igen, és bizonyára rögtön rohant, hogy elmondhassa neked. Aj, Carlos Eduardo, hogy te milyen naív vagy. Tényleg bevetted ezt a hülyeséget? Nem értem, hogy te és Luisa hogyan hihettek annak az embernek azok után, amiket veletek tett. Igen, igazad van, mind ismerjük Luis Alejandrót. Tudjuk, hogy egy gazember, és hogy bármire képes lenne a saját érdekében, ha valamit elérhet vele. Akkor? Akkor? Mostanság próbálja magát behízelegni Luisa Fernandánál. Képzeld, nekem is van egy remek elméletem, méghozzá az, hogy ő akar lenni a hős megmentő. Szinte hallom is a szavait. Jennifer eljött, hogy megkérjen, tegyelek tönkre, de nem teszem, mert én vagyok a te védőangyalod. Hogy hihettek el egy ilyen képtelen hazugságot? Hm? Az utóbbi időben bizonyítottad, hogy mindenre képes vagy Luisa Fernandával szemben. Á, igen, hogy? Na, nézzük. Igen, kétségtelen, hogy megcsokoltalak a kertész előtt, ez szörnyű volt. Más valami? Milyen más borzalmakat követtem el Luisa Fernanda ellen? Mi mást? Azon kívül, hogy szerettelek, ahogy most is szeretlek. Szocsillal épp hazamentünk, amikor meghallottuk Csáva és Teresita sikolyait. Tudod, ha 5 perccel később történik, akkor egészen más lenne a sztori vége. Ne is mondd, Alfredo, ez egy igazi tragédia lenne. Borzalom, hidd el, borzalom. Menjünk azon a folyosón, mert késésben vagyok Szocsill miatt, meg a buta kis terve miatt, hogy modell lesz. Ez már nem csak terv, Ma aláírja a szerződést, leforgatja az első reklámját, mostantól komolyra fordulnak a dolgok. Épp ez az, ami aggaszt. És tényleg nem értem, Daniel, azt mondja, szerelmes belém, és hogy imád, elmondja az egész világnak, és pont akkor itt hagy, amikor a leginkább szükségem van rá. De hát mégis mit vártál, Alfredo? Először is pont abban a korban van, amikor ki kell használni az élet által kínált lehetőségeket. Másodszor te magad mondtad neki, hogy ne tápláljon hiú ábrándokat irántad, nem igaz? És ezt ő el is fogadta, sőt, túltettük magunkat rajta, semmi gond. Ezt te sem hiszed el, semmi gond. Nézd, Alfredo, meg kell értened, hogy Szocsill szeret téged, és világos, hogy a nő, akinek semmi reményt nem hagysz, elmegy majd, amint lehet, Alfredo.
És nagyon kegyetlen lenne, ha magadhoz próbálnád láncolni. Igen, de megígérte, hogy velem lesz, amíg nem tudok járni. Jól tudja, hogy szükségem van rá. Oké, de mit akarsz? Nem akarod, hogy boldoguljon? Hogy jobb életet élhessen? Hogy jobb jövője legyen, mint itt maradni veled, mert épp szükséged van rá, Alfredo? Nem gondolod, hogy ez kissé önző dolog a részedről? Nem gondolod? Rendben, ha így állunk, te kinek az ügyvédje vagy? Megyek a kezelésre. Csak hadd segítsek. Nem, nem kell segítened semmiben. Most Szocsil ügyvédje vagy. De jó, eszik. Ügyesen kell lenned Vanessa nénivel, mert a mamád elment máshová. Hozzá kell szoknod. Na, még egy falatot. Mi? Luisa Fernanda nagyon jól tette, hogy rád bízta Pedritot, hogy vigyázz rá. Így tudsz gyakorolni, ha majd neked is lesz gyereked, ami úgy érzem, nincs is olyan messze. Igaz, kincsem? Igen, Orlando és én sok gyereket szeretnénk, de megígértem apámnak, hogy előbb lediplomázom, és be fogom tartani. Ez a helyzet. Hát persze, drágám. Biztos vagyok benne, hogy a te gyerekeid is ilyen csodásak lesznek, mint ez a kisfiú, mint ez, aki a kanapén mászkál a rostcsont. Jaj, kicsikém, bárcsak megérhetném, hogy újra gyerekzsivaj töltse be a házat. Hát persze, Rigó, meg is foglak kérni, hogy majd vigyázz rájuk. Persze, kincsem. Valaki ebben a házban meg tudja mondani, hogy hol van a lányom Amelia? Szűzanyám, elment Fernando. Aha. Világos, hogy elment és nem is aludt itthon. Meg tudod magyarázni, hogy miért nem aludt itthon a lányom? Nagypapi! Jó, nézze csak! Mi, szia kisfiam, hogy vagy? Nem válaszolsz, Rigoberta? De igen, és uram, csak... Te, Consuelo, meg tudod magyarázni ezt nekem? Nem tudom, papa, hogy miért nem aludt itthon Amelia. Sajnos nem tudom. Ah, bizonyára megint elment azzal az emberrel. Szia! Ezzel az ürüggyel az állítólagos tűzről elment, és itt hagyja ezt a kicsit, hogy vigyázzatok rá. Mi történt, kicsim? Nem ezt vártam Améliától. Ez... Nem, Fernando. Apa, szóval Améliának van egy lakása, és sajnos leégett. És azt mondta Rigónak, és nekem, hogy megoldja a problémát, és rögtön... Mi történt, életem? Igen, Fernando úr, ne aggódjon. Bármelyik percben nyílhat az ajtó, és belép, meglátja. Rendben, Rigo, rendben. El se hiszem, amit mondasz, lányom. Mi a fenével győzött meg az a gazember? Hallgass ide, papa! Nem változtattam meg a véleményemet Luis Alejandróról. Mindössze csak reagáltam arra, amit mondott. Consuelo hatalmat adott neki, mert a megbízott ügyvédje volt, és ezt muszáj elfogadnod. Bárki jobb, mint ő. Nyugodj meg, papa, ezt nem tudhatjuk. És Fernando úr most nem tudja vezetni az üzemet. Luis Alejandro volt a legális megbízott. És te egyetértesz ezzel az elnökséggel? Erre jutottál vele? Nem, papa, nem jutottam vele semmire. Ez egy probléma, amit meg kell oldanunk. Ő jól akarja csinálni a dolgokat, és összeállít egy listát a nevekkel, akik közül igazgatót választhatok. És te hiszel neki? Jaj, papa, hadd fejezzem be. Akar nekem készíteni egy kimutatást a bank ügyeiről és a bankszámlákról. És felügyelet mellett akarja csinálni. Sőt, meg akarja győzni Armandót arról, hogy ő legyen a megbízottam. Nem akarom elhinni, hogy ennyi szeméttel tömi a fejed. Jaj, papa, ne mondd ezt! Jól akarja csinálni a dolgokat. Megérdemel egy esélyt. Téged is meg akar keresni. Nocsak, a barátom akar lenni. Jól érzed magad? Nem, képzeld, mostanság kicsit lassúbb vagyok. Azt hiszem, fel is szedtem néhány kilót. Jó, hát
Én nem akartam mondani, de az utóbbi napokban olyan kis jól lakottnak. Ugyan, menj már. Jól lakottnak? Nincs miért aggódnod. Minden esetre adok neked egy jó diétát, ne aggódj. Nem. Remélem, nem vagy ilyen szigorú. Én úgysem vagyok elég kitartó az ilyenekhez. Tudod, hogy nem szeretem az ilyesmit? Megértem. Szia. Azt mondták, jöjjek minél korábban. Hát most itt vagyok. Nézzenek oda. Nos, a pontosság fontos tulajdonsága a jó modellnek, és milyen ritka, nem? Őrizd meg, jól jöhet még. Köszönöm. Rendben, előkészítem Szocsil papírjait, és hozom a diétát. Menj már. Jól van, ülj le, Szocsil. Köszönöm. Tehát, mielőtt eljönne a napod, intézzük el a szükséges dolgokat. Ez a szerződés, amit aláírsz nekünk. Olvasd el, nézd végig. Ha gondolod, mutasd meg egy ügyvédnek is, ellenőrizzelenek. Nem, munkáról van szó, csak a szemmel is aláírom. Nem, adok neked egy tanácsot. Soha nem mondd ezt a megbízód előtt, mert a szabadon fog. Vidd el az ügyvédethez, és utána aláírod. Rendben? Akkor oké. De ugye elhiszi, hogy akár most is aláírnám? Elhiszem. Jaj, ne nézzen így rám, még elpirulok. Igen, ez aggaszt, Szocsil. Egy modell karrierje a bámulásról szól. Mindenféle nézéshez hozzá kell szoknod. Csodálathoz, tisztelethez, irigységhez és csúfoláshoz. Ezzel nincs gond. Ha bárki kimer csúfolni, ezzel a kezemmel ütöm le. Ezzel a másikkal meg megpofozom. Na, szóval kimer vele pockázni? Úgy tűnik, találnom kell valakit, aki betanít. Igen? Igen. Aki megtanít neked mindent, amit egy modellnek tudnia kell. Megszerzem neked a legjobbat, mind közül. Oké. Jó. Nézd, Jennifer, nincs több mondani való. Nagyon ideges vagyok amiatt, amit Louis Alejandro csinál. Akkor miért nem hiszel nekem? Tényleg, ilyen gyorsan elfelejtetted, hogy együtt éltünk. Mert én nem. Sőt, nem sokkal ezelőtt reggel voltam nálad, mert látni akartalak. Olvastam, hogy mi volt a bíróságon. Gratulálni akartam abban a pillanatban, hogy megláttam, rohantam, hogy megölelhesselek. Persze nem tudtalak, hiszen... Luisa Fernandánál voltam. Igen. Luisa Fernandánál voltam, hogy megvizsgáljam Csávát. Igen. A mamád mesélt a tűzesetről. Borzasztó. Pedro elveszített mindent, amiért dolgozott, de az a legszörnyűbb, hogy Csavá és Teresita is bent voltak. Majdnem bent égtek a házban, de szerencsére megmenekültek. Ó, Istenem, ez szörnyű. Hogy menekültek meg? Alfredo kimentette őket. Mi? Alfredo. Igen, a tolószékes. Hirtelen jobban lett. Tudta mozgatni a lábait, és kimentette őket. Alfredo, Luisa Fernanda barátja, megmentette a gyerekeket. Értem már. És te vissza akarod követelni őt bármi áron. Ha nem tévedek, ezért jöttél ide, ugye? Jaj, Carlos Eduardo, az Istenért. Meg kell értened, hogy ami közted és Alfredo között zajlott, az egy nevetséges verseny volt, de már rég nem erről szól. Ez a verseny számodra befejeződött. Nézd! Ha nem érted, akkor elmagyarázom. Azok után, amit Alfredo tett, Luisa soha nem fogja őt elhagyni. El kell felejtened őt. Hihetetlen volt, és szörnyű. Mindenhol égett a tűz, és akkor hirtelen, ami a legfélelmetesebb volt, amikor a tűz mindent elkezdett égetni. Jaj, egyszerűen borzasztó volt. Reszkedtem a félelemtől. Jó, hogy aludtam, mert biztosan kicsordultak volna a könnyeim. Hiszen ezek a recsenések, amiket hallottál, így omlott össze mindenünk, az egész életünk munkája.
Jól van, de még mindig nem értem. Hogy tudta Alfredo megmenteni a gyerekeket? Hogy csinálta? Nem értem. Egyszerűen nem értem. Várjatok, elmagyarázom. Úgy történt, hogy ott volt Szocsillal, és hirtelen meghallottuk a gyerekek kiabálását, és abban a pillanatban Alfredo rögtön elindult arra, amerre a tűz lángolt, és ahonnan a hangok jöttek. Jaj. Ekkor Szocsi teljesen hisztérikus lett, és csak kiabált, hogy Alfredo, Alfredo, ne menj, meg fogsz égni. És akkor hirtelen meghallottuk a szirénákat, és Nino, 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 jöttek a szirénák. Mi meg ott maradtunk, zavaros tekintettel néztük a tüzet, és sírtunk, folytak a könnyeink. Mi történt? Igen, mondd el az egészet! Jó, de a legizgalmasabb azután jött, amikor hirtelen, ahonnan a sikolyok jöttek, ahol a tűz volt. Na, onnan jött Alfredo a saját két lábán. Elképesztő volt. Tényleg, megtett vagy két-három lépést, nem emlékszem jól is. Abban a pillanatban, amikor kijött, összeesett a hamuban. Ezért mondom, hogy Alfredo igazi hős. Egy igazi hős, Alfredo. Nem, ez egy igazi csoda. Köszönöm, Istenem, köszönöm, hogy megvitted a gyerekeket. Jaj, Pancho, igazán sajnálom, hogy elveszítette a munkáját, és ráadásul így. A barátom meg én minden vagyonunkat ebbe az üzletbe fektettük. De ez van, Sonrisita, az élet ilyen. Újat kell keresni, csak most pénz nélkül. Ne aggódj, Pancho. Az én kedvenc barátnőm, a most már pofátlanul, hihetetlenül szupermilliómos Luisa Fernanda vesz majd egy újabb, nagyobb, csinosabb üzletet. Meglátod. Csak hogy én nem akarok barátkozni. Kérlek, papa, nyugodj meg. Nem nyugszom meg. Nincs kedvem megnyugodni. Amit mondasz, az teljes őrültség. Nem leszek annak a gazembernek a barátja. Hadd mondjak valamit, kicsim. Nagyon aggaszt, hogy ennyire egyetértesz azzal a szeméttel. Nem értek egyet vele semmiben. Felajánlotta a segítségét, én pedig azt válaszoltam, hogy meggondolom. Senki sincs a közelben, aki ismeri a cég működését. De ő ismeri. Elszomorítasz, kislányom. Úgy érzem, el akarsz adni annak a gazembernek. Papa, nem adlak el. Én csak azt mondom el, amit ő mondott nekem. El akarsz adni, lányom. Semmi több, csak a kis játékai a legjobb mód, hogy megszerezze az elnöki széket. Nem tudom, mit mondott, hogyan mondta, de meggyőzött, lányom, meggyőzött. Más se hiányzik, mint hogy megváltoztasd a neve. Na, hogy vagy? Na jó, mi van, bajnok, tetszik az új ház, ha? Igen. Tetszik, igen, de jó, igen. Rigoberta, azért jöttem, hogy megnézem, jól van-e Fernando úr. Jaj, nagyon rosszul. Szegény csak a saját világában él. Összekeveri Vanessát és Luisitát a halott lányaival. Jól van, megyek, megvizsgálom. Itt hagyhatom Pedritot? Menj csak! De fiam, várj egy pillanatot, meséld el, hogy történt a tűz Pedro boltjában. Tegnap este óta aggódom, csak gondolkodom és gondolkodom, hogy fel kéne hívni telefonon, de láthatod, hogy milyen állapotban van Fernando úr, nem hagyhatom el a házat. Világos. A tűz elég erős volt, Rigoberta. Jaj, elégett a bolt egész környéke, és Pedro elveszített mindent, amiért dolgozott. Jaj. De szerencsére nem történt nagyobb sérülés. Ja, Istenem, azt mondják, ha jön a baj, akkor csőstüljön. Mit csináljunk, fiam? Jó van, nézze, megvárjuk, hogy hogyan reagál Fernando úr az előírt gyógyszerekre. Areola doktornak el kellett utazni egy kongresszusra, de megkérdezem egy jó barátomat, aki pszichiáter, hogy mi a teendő ilyenkor. Az a helyzet, hogy nagyon aggódom, Carlos Eduardo. Én csak azt látom, hogy egyre több emléket veszít el. Nézd, Istenre megesküszöm neked, hogy kevésbé aggódnék, ha emlékezne a történtekre, mint hogy feltámassza a halottait, ahogyan most teszi. Neki Vanessa Consuelo, Luisita meg Amelia, és újabban Orlando lett Heriberto, nyugodjon békében. Jaj, Carlos Eduardo. Azt hiszem, szegény Fernando úr meg akar halni, hogy velük lehessen. Ettől félek, kisfiam. Ne aggódjon. Ne aggódjon.
maradjon. Mit csinálsz, kicsikém? Mit csinálsz? Daniel! Milyen gyorsan. Azt hittem, sokkal tovább leszel bent a terápián. Nem, a bentöltött idő a fejlődéstől függ. Ez egy jó nap volt. Azt mondja a terapeuta, hogy mankóval már tudnék menni, de a végén fel fogok állni ebből a székből, érted? Felállok! Na, ennek örülök. Végre egy jó hír felőled. Elkísérne Luisa Fernandához. Meg akarom nézni, hogy van Csavá. Biztosan azt nézik, megmenthető-e valami a boltból, vagy nem. Borzasztó haver, de tényleg... Furcsa, de nem veszik fel. Na, igen, a legvalószínűbb, hogy Luisa Fernanda Fernando úrnál van. Igen, igen, lehet. Akkor vigyél kérlek Fernando úr házába. Jól van, menjünk. Jó úton indult a Jennifer, mégis pályát tévesztettél. Modellkedés helyett színészkedned kellene. Én nem tudom, honnan találsz ki ennyi történetet és mesét, és milyen könnyen elsírod magad. Nem? Láttad, hogy jött ide, és azt is láttad, hogy milyen ábrázattal ment el. Elhitettem, hogy soha nem kapja vissza azt a ribancot. Csak egy valamit magyaráz el nekem. Mit? Mégis mit akarsz? Folytatni akarod vele, vagy befejezni? Csak azért kérdezem, mert azok után, amiket mondtál, és amiket tettél, nem hinném, hogy bármi is lehetne köztetek. Hát nem tudom. Tényleg nem tudom. Egy valamit azonban biztosan tudok. Nem akarom, hogy Luisa Fernanda legyőzzön. Amit akarok, az az, hogy ő soha semmilyen módon nem ehessen hozzá. Nem azért, Jenny, de Carlos Eduardónak igaza van. A te terved egyszerűen már nem normális. Nem érdekel, igen. Szia. Szia. Szia, Carol. Szia. Hogy vagy, Guillermo? Van egy meglepetés. Mi? Mit keres itt, Xochitl? Ő a meglepetés. Kérni szeretnék valamit. Fel akarod fedezni, meddig juthat Xochitl? Szóval, nagy feladat elé állítalak, a te felelősséged. Mi? Azt akarom, hogy felkészítsd, a modell szakmára, hogy légy a személyi tréner. Nem tudom, hogy csinálja az a szemét, hogy mindenkit meggyőz. Ki tudja, miket mondott a lányomnak, hogyan manipulálta. Úgy, hogy észre sem vette. Milyen gyorsan elfelejtette Luisa azt a sok szörnyűséget, amit veletett. Jaj, Pedro, ne bosszankodjon. Inkább beszéljen vele. Talán ő másképpen látja a dolgot. Úgy, ahogy Luisa Alejandro akarja. Ne idegeskedj, nyugi, nyugalom. Nem szabad veszekedni a lányoddal. Menj a fenébe, öreg. Már minden aljasságát látom annak a szemétnek. Elfeletteti vele mindazt a gazságot, amit ellenetett. Nem, Pedro, eh? Luisa Fernanda akármi legyen is, nem hálátlan és nem rossz. Azt hiszem, Pancsónak igaza van. Meg kell nyugodnod, de minél előbb. A nyugalom félegészség, nem hallottad még? Tudnod kell róla, hiszen te intelligens ember vagy. Nagyon. Reméljük. Elnézést. Elnézést, hogy most jöttem. Jó estét, asszonyom. Jó estét. Marisa. Már hamarabb el akartam jönni. És veled akartam lenni, Pedro. Hogy vagy? Tudom, hogy mindent elveszítettél. Most mihez kezdesz? Hát igen, az első, amit tenni fogok, hogy megkeresem a tettest, és megfizetek mindenért. Tudod már, hogy ki az? Biztos vagyok benne. Biztos vagyok, hogy ez az aljas Luisa Alejandro modell. Luisita, kislányom, jó, hogy jössz. Carlos Eduardo elmesélte, mi történt. Ez borzalmas, kincsem. Igen, főleg a papának. Szia, drágám, hiányoztam. Apád mit mondott? Miért volt olyan szomorú? Mert a biztosító nem akar fizetni. Gyújtogatás okozta a tüzet. Hogy gyújtogatás? Azt mondod, gyújtogatás, lányom. Rigoberta volna olyan kedves, hogy magunkra hagyna minket. Kérem. Világos, persze, megyek a konyhába, megnézem a vacsorát. Elnézést! Carlos, nekünk már nincs miről beszélnünk. Amit akartam, már elmondtam neked. Miért vagy ilyen kegyetlen velem, ha?
Miért nem bocsátasz meg nekem a csókért, amit erőszakkal adott nekem Jennifer? Hiszen Alfredónak megbocsátottad, hogy lefeküdt Szocsillal, nem?